Sziasztok, ebben a videóban Mechanic to the Tree questjét fogjuk megoldani. Ez gyakorlatilag a karácsonyi eventek egyik questje. A quest lényege az, hogy bejárjuk az összes mapot, kivéve Labzot és Faktorit, hogy megtaláljuk a karácsonyi fákat, amiket elhelyeztek a mapon. A questért járó jutalom az ugye 3 darab karácsonyfadísz. Ez a 3 darab karácsonyfadísz jól jöhet akkor, hogyha mondjuk szeretnéd a hideoutodban megcsinálni a karácsonyfát. Na szóval a custom zone a fát egyébként a két domb között találjátok itt a játszótéren. Én úgy gondolom, a játszótérről egy-két dolgot eltakarítottak, és helyette berakták ezt a fát most. Szóval a Reserve-ben gyakorlatilag ezen a mezőn találjátok meg majd a fát. Ugye itt van az a két bunker, meg a három légvédelmi ágyú, ugye ezek az alsó spawnok is. Ott láthatjátok ugye a fehér lovat, illetve ha arra elnéztek, akkor majd a fehér bástyát, vagy a vonatállomást fogjátok látni. Ez körülbelül itt van mellette, megint csak lose-lose spawnok körülötte, illetve fegyveralkatrészek. Mint ahogy látjátok, ott egy, például egy ló figura. Csokit most nem igazán találok, de egyébként javarész csokit találtam eddig, slickerset, meg ilyeneket. Tárak, 60-as tár, meg ilyen apróságok. Interchange-re direkt egy éjszakai raidre jöttem, hogy lássátok egyébként, hogy éjszaka ki vannak világítva a fák, tehát viszonylag könnyebb őket megtalálni, hogyha mondjuk olyan helyen van, vagy olyan mapon jársz, ahol amik nem jársz sűrűn, vagy nem ismered annyira. Amint itt látjátok egyébként a strádán, a stráda kellős közepén van a fa elhelyezve, ugye ez itt balra a Coop Extract. Ugye a Woodzone lejöttem a Sawmillhez, és gyakorlatilag az, amit keresünk, az azon a mólón lesz. Ez egy új dolog egyébként, ez lehet, hogy csak az eventtel együtt jött, nem vagyok benne biztos. Ugye a móló, amire gondolhattok, vagy esetleg amivel asszociálni tudjátok, az ott van lent, de valójában ez itt lesz. Szintén ugyanaz a dolgotok, oda tipektek, aztán jöztök kifelé. Én mindenképpen vigyáznék egyébként ezzel az egy fával, ugyanis nagyon-nagyon nyílt területen van, és legalább, nem is tudom, 3-4 helyről biztos, hogy le lehet kempelni. Lighthouse-on ennél a roskadozó ilyen hajós klubnál van gyakorlatilag az utolsó fa. Ezt itt látjátok. Igazából, amit ugye égtájnak itt tudtok használni, vagy ilyen tereptárgynak, az maga a Lighthouse, ami arra van, illetve a Lighthouse és a gomolygó füst, amit ott láttok. Ott szemben, a Lighthouse és a gomolygó füst között húztuk egy vonalat, ahol körülbelül itt kell kiukadjatok. Most még egy picit egyértelmű legyen a dolog. Ha tovább jövünk erre, akkor gyakorlatilag ott van a Coop Exit. És itt látjátok az autópályát. Tehát fogod magad, eltipeksz a Coop Exithez, ami ugye a Side Tunnel, és a Side Tunneltől gyakorlatilag csak fogod magad, és egyenesen indulsz a víz felé. És itt megtaláljátok. Jó. Szóval a questtel és az eventtel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy egyszer, hogy eljutsz ezekhez a fákhoz, akkor annak ez nem kell, hogy kiuss egyébként, tehát nem kötött követelmény az, hogy kiér az adott raidből, tehát simán meghalhatsz, nyilván, valami is megtörtént mondjuk Reserve-ben. A másik az, hogy találkozhattok a télapóval. Csávón egy ilyen, bazen egy piros táska lesz, meg untár mellény, illetve egy ilyen télapó sapka. Próbáljátok majd nem pofán lőni, integet majd nektek, hogy gyere, adok motyót. Dobál ezt azt. Nem érdemes kinyírni, mert nagyon durva scav karma levonásokat kaptok, illetve nem túl sok loot van nála. Tehát nem tudom, hogy az a loot, amit ő kidobál egy saját poolból jön-e, vagy pedig a táskájából. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen kellemes karácsonyodok, aztán vigyázzatok magatokra a tarkóban. Sziasztok!